Sziasztok, idő lesz után! Folytatjuk a Professor Layton and the Last Spectre-t. Előzőleg már 4 puzzle-t megfejtettem. Az első részt tartom álból. Miután megkapta a levelet Idol Clarktól, mentek Mist Hallery-be. És állítólag egy óriás terrorizálja a választ. És Emi általában csatlakozott hozzá. Két felé lehet menni. Ezért jöttem ide. Ez könyvte az áll. Pedig balra. Hajó. Ez az ő hajó. Ezzel képes lehetik fast travel-ozni. Ez van Velence. Bucky, előjáték a hajó. Mert és nem mehetünk sehová, így hajó nélkül. Bauval használhatnám fast travel később, ez jobb, mint repülni. Jött az ötödik. Szóval, van itt egy kutya, két macska, és 3 csibe. Végig kell vinni őket innét ide, annélkül, hogy belekednének. De úgy kell csinálni az egészet, hogy egy szinten legyenek a kutya, a két macska. Ugye a kutya ne támadja a macskát, és a macskát ne támadják a csibét. Úgy kell itt gondolkodni. Ha kérgetőznek, akkor kezdhetem előre. Gondolkodjunk csak. Úgy, hogy nem bántja a csibéket. Nem küldhetek egyet sem vissza, úgyhogy... Thank you.
A kutya már át van küldve. De hát vissza is lehet küldeni őket ide. Ugye ilyen súly megmaradjon. Megvan! Utána visszaküldeni. Some puzzles must be met directly. Dala! No puzzle is without an answer. 105 pikarát, ez még mindig a max. Ugye mi okos vagyok? Na, így kell okosan gondolkodni. Akkor faszal, hogy csak kérdésen egy bakit. Az a tétolenci rezidencia. Madár agyó! Megérkeztünk. Ez a hely elég nagy. És most ezt. Ez a puzzle következik. Traitor mailbox. Rossz állapotban. A jel eltűnt. Hatodik puzzle. Ezt úgy kell kirakni, hogy úgy jöjjön ki, hogy post itt. Ami, hogy itt van írva. Tehát ő... Jól kell itt gondolkodni. Álltok, ez egy P betű. Nem ez az. Ja, ez biztos egy jó betű. Akkor ennek valahol itt kell lennie. A B betű pedig valahol itt.
itt van a P. Jó, ez biztos, hogy az. Meg van a po. Ezen az S betű. Akkor már csak három betűt kell beétesíteni. Szerintem ide. Így. A challenging puzzle, to be sure. Tala! A gentleman leaves no puzzle undone. 135 p***. Hát csinálod, akkor se így kell kirakni. Na ugye milyen akkor sem tudok puzzle-zni most már. Mi YouTube sem kell hozzá járni. Minden jel, rendben most már. Jobb, mint az. Most befelé. Most kopognak. Jó, biztosan a program segíts. Segítetek? Nevem Herschel Layton. Egy régi barátja vagyok vissza egy Tritonnak. Számítanak kéne rám. Létesítem be Triton mestert. Várjátok itt. Valaki hagyott ott egy seprűt. Hetedik puzzle. Na ez egy matematikai kérdés. Itt egy számot kell beírni, hogy... Tehát itt az áll... Ezek a rossz minőségű... felmosorodjuk... két nap múlva kezdenek el százni, és miután használták... és három használat után már elbaszódnak. Hány darab felmosónúgyra van szükség, hogy minden nap takarítsunk egy egész hónapban? A következőképpen kell ezt kiszámítani. Az első az első napon van. És azt mondja, három használat után... már eltörik, ami azt jelenti, hogy egyhez hozzá, egyután hozzá kell adni hármat. Tehát a másodikat már a négy... negyedik napon kell használni, így következőképpen kell kiszállítani. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 és 28. Vagyis a válasz a 10. Nem számít, hogy ügyetlen a keretek. Ezt is elfogadják. I think I've got this one. Bravo! No problem. 180 pikorát. Pontosan így kell kiszámítani. Igen, 10-re van szükség. Tehát minden 3-ra van szükség minden 9 napon.
És a tizedik napon van a... Ahogy pontosan kiszámoltam. És a 30. napon van az utolsó. Hát ez itt nem olyan pontos a számításom, de hogy így tudtam kiszámítani elsőre. Semmit. Dolandot kéne megkérdezni erről. Már látni akar minket. Befelé. Csak voltos esetében szoktak ezek a párbeszédek hangosabbak lenni. And who might this be? Oh, of course. How rude of me. I'm the professor's assistant, Emmy Altava. It's an honor to meet you, Mr. Triton. I've heard so much about you. Sokat hallottam róla. Thank you. Herschel, an assistant. Well, we both seem to have moved up in the world. Hardly. Truth be told, Emmy has already proven herself my equal. Hát Emmy már bebizonyította a képességeit. Herschel, as humble as ever. Emmy, back in London, Leighton and I both wanted to be elite archaeologists. Egy archaeológusok akartak lenni. One of us certainly succeeded, and somehow I found myself as mayor of this small rural town. És ennek a választott polgára sem lett végül. That is no small feat, Clark. Oh, Herschel, no need to humor me. It is amusing at best, I'll give you that. But all that aside, please, tell me, to what do I owe the pleasure of your visit? Hát most minek köszönhetem a látogatásod? I came as soon as I received your letter. Letter? I'm sorry, Herschel. What letter is that? Did you not send this letter? Please, have a look. Nem te küldted azt a levelet? I certainly did not write that. Nem ő írta. Who would have forged it? Kihamisította. Who indeed? Have you made any enemies recently? Van neked ilyen ellensége? Of course, Herschel. I'm the mayor. It appears to me that someone wanted you here in town. Hát mi a polgármester, így valaki azt akarta, hogy Leighton ide jöjjön. Yes, that is what I am thinking now as well. Most már biztosan ezt gondolom. So, who wrote the secret message? De ki írta a titkos üzenetet? Good question, Emmy. Jó kérdés. Mr. Triton, there was a hidden plea for help in that letter. Clark, do you think this is simply the work of some prankster? Egy idióta írott? No, unfortunately I don't. Miss Tollery is in grave danger. Miss Tollery veszélyben. We have indeed been under attack by some sort of mysterious giant, just as that letter states. It wreaks havoc. Hát ez igaz, hogy óriási. The fog is thick. It sounds ridiculous, I know, but it is true. Igen, de hát a köd egyre nagyobb. But how can that be? De hogy lehet? I must confess, I have yet to see this giant with my own eyes. Hát látni a géz az óriást, azt
However, the destruction of homes and buildings left in its wake, that is quite enough evidence for me. The townspeople are afraid. They believe that the specter has returned with a vengeance. A specter nevű óriás szörnye visszatért. The specter? There's a legend here that tells of an ancient spirit, a specter. When the town was in danger, the specter would act as Mistholary's guardian in its moment of need. Hát általában egy őrzőnek kiemelni. But this specter is different. Instead of protecting us, it is trying to destroy us. Ha ez megvédelem, akkor pusztítani minket. I am doing all I can, but if we are dealing with an ancient entity, then I fear my efforts are in vain. As the mayor, it is my duty to keep this town and its citizens safe. But I... Herschel, could you... Sir? What is it, Doland? Pardon me, sir, but you mentioned that Professor Layton worked on some difficult cases for Scotland Yard. So, sok nehéz ügyet oldott meg Skócia. He said, with great pride, that he had assisted in solving them all. És mindent megoldotta. Perhaps we could ask for his assistance here as well. Szóval segítségemre lenne szüksége. Of course, Stoland. I suppose I have no other choice. De nincs más választása. Herschel, will you help us? Please, for an old friend. Segíteni neki? Of course, Clark. I would never refuse a friend in need. I assure you, I will do what I can. Thank you, Herschel. I am eternally in your debt. Things are starting to get good, eh, Professor? Before we go, Clark, I haven't even asked about Brenda or your son. How is Luke? Hogy van Luke? My wife is fine. She's away. Family matters. Luke has shut himself up. Luke bezárkózott. As usual. I would like to say hello to Luke, if that is all right. I haven't seen him since he was a baby. Baby kora óta nem látta őt. Of course. I think he might enjoy that. Ő talán élvezni. I should warn you. He has been withdrawn lately. Some days, I can't even get him out of his room. Még azt se adja, hogy kiengedjük. I ask him what the matter is, and he responds with silence. Mert ő mindig sem. Perhaps it would be good for him to talk to someone outside of the family. I would appreciate that, Herschel. My pleasure, Clark. I shall have a few words with Luke before Emmy and I begin our investigation. Második fejezet. A fiú. A kata. Itt tükör. Jöhet a következő pász. Mirror Ballroom. Itt egy a négyhez az esélyetek, hogy rájöttök, hogy melyik a helyes válasz. Megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Csak mozgatni kell a nyilat. Így. Így, akármerre alá, ahová szerintetek kell menni. Tehát akkor innét kezdődik. Tehát akkor a nyilat kell használni. Így. Aztán így akkor reflexzál erre. Dzs, dzs. És így. És ebből egy ír fog kijönni. Így a helyes válasz a B. What do you think about this? You can't let a puzzle intimidate you. Volt erről beszéltem. Ilyen nyíl jön ki belőle.
De pikolátokat vesztettem elsőre, hogy jaj, miért. Le van nyűgözve. Szóval eleget bizonyítottam, hogy asszisztens vagyok. Hát nem kételkedett. De egyszer még vissza kell ide térni. Szóval, fent. Föl. Ez nem Lux szobája. Ez biztosan Clark irodája. Egy hintkoint lehet szedni. Ez lesz az. Maybe he's sleeping. Talán ő alszik. Perhaps. Luke, my name is Herschel Layton. I'm a friend of your father's. Could we talk for a moment? Beszéltik vele? Certainly. But first, you'll have to solve my door puzzle. Right, door puzzle. Your door puzzle? Aha, I see. Luke means to test our metal with a puzzle. Szóval tesztelni akar. That's so cute, Professor. Let's do it. So we shall. Ez nem tartozik bele a nézés puzzle-be. Tizen másodpercet ad. Honnan tudjuk, miket csinál? Nem tehetek semmit, hogy megfejtsem a puzzle-t. Mit kell tennünk, hogy megengedjen Luke? Ha valami akciót indítok, akkor talán beenged. Minden nézzünk körül, és hívjam, hogyha már készen állok. Ott van Luke evénye. Nem akarja megenni, szánalmas. Boldog hetedik születésnapot. Ne élj a medvémet.
A kérdés. Nekünk kell rájönnünk, hogy mire gondolt. Már tudni fogja, hogyha nem látjuk. Most hívjuk. Készen állunk. Most arra csak távolunk a magajtótól. Emlékezünk, nem tehetünk semmit, hogy megfejtsük a szopászat. Most nem csinálok semmit! Megoldva! Pontosan ez volt az. Ezt kellett volna tenni. Hogy nem tehetünk semmit, hogy megfejtsük ezt a pászot. Szóval, hogy megoldjuk azt a pászot, nem tehetünk semmit. A semmi az, amire ő beszélt. Érdekes pászot. Szóval hallott volna minket, hogyha csinálunk valamit. Meg vagyunk győződve? Most megengedsz? Hogy ígérted? A clever puzzle, Luke. Your letter. I thought you might want it back. Professor, you think Luke wrote the letter? So Luke. Clark was never a fan of typed correspondence. He always wrote his letters out in longhand. Moreover, only someone very close to Clark would know about our past together. This someone would know I could never ignore a friend in need. Are you really Professor Layton? Is this true, Luke? How could you do something like this? What were you thinking? Were you even thinking at all? Here now. Don't you turn your back on me again. Clark, please. Forgive me. The boy has barely spoken to me in the last 6 months. He's been so withdrawn since the appearance of the Spectre, I don't know what else. Very soon. The world will end. Yes, we are. Világ vége. Hogy érted? Nem mindig volt ilyen. Ő a profécia itt. Az ő hibája. Miről beszélsz, Clark? Majd később megbeszéljük. Talán segíthetek neki. Visszavonulás. Ez most alvás idő. Kérdésre fel kell tenni. Talán ez figyelmeztetés lenne. Tudod, hogy a Spectre mikor jelenik meg? Ma fog megjelenni.
ma este. Honnan tudod? Nem mutathatom hol. Nem vicc. De nem akarja, hogy apja tudjon róla. Biztos? Great Alice Street-be fog tartani. Sok szerencség. Hol te az? Ezekre mindig visszatértek, tehát most egyelőre 80 megfejtve. Most már ők is velünk fog tartani. Biztos, hogy ki akarsz menni? No. De. Kéne, de bocs. Nem tudja elolvasni a jegyzetet. Kényszerik puzzle. Szóval, miről is szól ez? Tehát itt van 4 függöny összesen. Dolan, azt kérte, hogy ne felejtsen a 13-os számot. És itt van 4 függöny. Melyikre gondolt voltak éppen? Most megmutatom ezt rajzban. Tehát itt van 13-os szám. Tehát ezt kell figyelni itten, hogy úgy mire gondolt. Nem jöttem rá így hamar elsőre, csak később. Ezt így kell figyelembe venni. Tehát ebből egy talas kérdés is lehet csinálni. Melyik betűre jellemző a 13-as szám? És mint a helyes válasz a B. This took some creative thinking. I love the thrill of a good solution. Ez az, amit nem olvasott el. A 13-as alatt a B-t értette. Tehát B hasonlított a 13-as számra, azért nem tudta rendesen elolvasni.
Szóval ezt akartok. Talán kevesebb lesz később. Hová menjünk, Luke? Great Alice Streetbe, éjszakra van. Az éjszak kénye, négyed. Még a gyorsabb út az éjszaki Ellie felé. Követhetlek. Talán a rendőrség segít az evakuálásban. Tudsz, ahol van? Sincs itt házad? Brock házában. Ezt megtámadták. Senki nem sérült meg, de a ház meg sem is sérült. Talán a házak meg sem sítése itt az igazi gond. Nem az ember. Sőre meg kell nézni azt a megsemmisült házat. Sok helyet megtámadott a Spectre. Attól tartom. Ilyen Brock házat. Miért megyünk tovább, ezért még át kell nézni, hogy van-e ott a pászol. Nincs többe, helyettem, akkor menjünk lejjebb. Hello, Bucky. Játszani. Kösz, Bucky. Most jött a játékban. Professor Trunk. Szóval csinálni kell vágányokat, a volt többit megoldja. Akkor most figyeljtek.
Szóval vágányokat kell készítenem ezeknél. Pontosan ilyesmiket. Meg van számolva, hogy mennyi úton kell átmennie. De van benne benzin is. És elég benzinre van szükségem ahhoz, hogy végig menjen a vonat. De ilyen esemény is elfogadható. Ezeknél az utaknál, amit itt láttok, itt és itt, azon át kell mennie. Horizontálisan vagy vertikálisan. De van olyan is, hogy benzint kell használnia. A kövek, a fák, a házak és a kocsik akadályozni fognak. Óvatosan kell használni, hogy ne legyen ütközés. Skvére menjek, hogyha talán szar. Akkor indíthatom, hogyha tökéletes. Kaphatok újakat is. Később. Gondolkoz. Valami ilyesmit kell csinálni. De ez nem jó. Így nem lehet megcsinálni. És kész. Most figyeljetek. 3, 2, 1. Hasíts bele! Okosnak kell lenni. A többi majd jön később. De nem csak ez lesz. Még itt is lesz ám puzzle fejtés. Most menjünk lejjebb. Na erre a megsemmisítőt, ezt töltette tönkre a Spectre. Nem, miért töltne a kutcó? Ez nevetséges, milyen meg... Yeah.
Szerencs, hogy nem sem is. Meteorológus. Fegtőbiztosítás. Hát ez mennyire hülye. Szomorú. Mennyire egy semmisíteni a spektőt. Még a keleti részt is. Azt is meg kéne javítani. Jött. Mancs. A Laughing Man. Azt nézzük végig. Szívesen látna így a házát. Ez olyan, mint kikötőben lenni. Tényleg hülye. Most jobba kell menni. Ide még nem lehet bejutni. Ne, hát megsérült, de valami jó állapot. Van még kapcsolat a tönkrement házak között? Semmi még. De van meg gondolsz? Több információ kell ide enni. Hát ez a hely az, ahol de. Ahogy csak néhány kár van. Akkor jöhet a North Alley. De előbb... De reméljük, hogy a rendőrség itt nem blokkolja a helyet. Hello, Thomas. Hol az apád? Otthon. Mert nem akar az anyja beszélni. Nem tudni, mikor jön vissza. Ott a következő pász. Ez fura. Mi fura? Itt volt egy egér. Jöhet a tizedik pász. Nem fogok pikarátot veszíteni.
el kell jegyezni ezt a kulcsot innen ide. De az nem olyan könnyű, ha sok időbe tett nekem elsőre. A kulcsot így nem indíthatom el. Valamit nem jól csinálok itten. A kulcs így már meg ne tud mozdulni, de... Jaj, ne! Így jó! Csak még nem eléggé. Á, már így érthető! Így már tud menni! És akkor tessék! I think I've got this one. I did it, professor! Megcsináltam 270 pikará! És még mindig ez a max pont. Tevét sajtom ez a fekcím. Még nem képzeled. Visszállalóan nincsen egere. De Luke nem hisz neki. De mindegy is. Jó, azt hiszem... Már itt is elég lesz ennyi. Mára. Úgyhogy... Elég lesz. Szóval tetszett, de felsőtök el feliratkozni. És legközelebb 11-re folytatjuk. Már a búcsúzom. Szevasztok!